Közügyek, hétköznapi történések, minden, ami önt is érdekelheti, őszinte beszélgetések, vallomások. Bétó a podcastja. Vendégünk a stúdióban Rubi Mónika, aki a Borsodabaúj Zemplén Vármegyei Kórház pre ellátási részlegének a szakmai koordinátora. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tulajdonképpen mit is jelent ez, hogy, hogy mi ez a megyei kórházon belül ez a részleg? Gyakorlatilag ez az onkológiai, klinikai onkológiai sugárterápiás centrumunknak a kiegészítő terápiáját biztosítottuk ezzel az ellátás hogy miért is fontos ennek a létjogosultsága? A daganatos megbetegedés az nem csak hazánkban, de világszerte a második legnagyobb megbetegedést mutatja. Ennek a visszaszorítására, vagy visszafogására népegészségügyi programokat, hoztak létre minden országban így hazánk is, megalapította a nemzeti rákellenes programját, ami 2030-ig szól. Ennek az a célja, hogy 2030-ig csökkentsék a daganatos megbetegedés okozta halálozást 10. százalékkal. Ennek, hát ennek ez igen. egy nagy feladat, igen. hiszen nagyon sokszor hallunk arról, hogy nem is tudják, hogy mit alakul igen. ki a daganat. Igen, és ez a program, ez a WHO ajánlásait vette figyelembe, ennek egyik lényeges momentuma a rehabilitáció, illetve az onkológiai rehabilitáció és hospice hálózatnak a kiépítése. Na, ezt az aspektust vettük mi figyelembe, és próbáltunk, sok-sok előmunkálatot követően, sok-sok szervezést követően a legidálisabb út megkeresését, amit nem találtunk, megteremteni ezt az ellátást. És Mit kell tudni a betegnek tehát, akinél sajnos már diagnosztizálják a daganatos megbetegedést, a kezébe kap egy, egy diagnózist, és aztán keressen orvost, azt szoktam mondani ugye a, a vizsgáló orvos, hogy keressen egy sebészt, mert hát legtöbbször műtétre van szükség. Na most a sebész megműti a beteget, és aztán ott áll a nagyvilágba tanács talanul, nos ezért jöttek önök létre. Mert ha önökhöz bekopogtat, akkor mi történik? Jó, tehát jó esetben a dagadatra figyelmeztető jelek. Szemmel látható elváltozások a bőrön, a meglévő anyajegyeken, szemölcsökön. Hogyha a széklet, vizelet, de kapcsolatos változás, a sziklethabitus változás figyelhető meg. Hogyha makacs a köhögés és rekedtség is társul hozzá, hogyha állandósuló nyelési nehezítettség alakul ki, hogyha van valamilyen nem gyógyulós seb vagy feki a bőrkült takaróján, hogyha vérzés vagy váladékozás figyelhető meg a testünk bármely részén, hogyha tapintható duzzanat van a mellünkben, vagy a testünk bármelyik részén, illetve hogyha ok nélküli csökkenést tapasztalunk. Ezek azért elgondolkoztatják a betegeket, az embereket, és orvoshoz fordulnak. És az orvos az már gyanakszik valamilyen maligus folyamatra, és elindítja a kivizsgálását. Na, ez az idő észszerű kihasználása a prehabilitáció, amikor a kezdeti tünetektől a diagnózis megtudásáig, a műtétig, vagy esetlegesen a a műtét előtti előkezelésig a betegnek a testi-lelki, szociális állapotát olyan ideális helyzetbe próbáljuk hozni, hogy minél kevesebb szövődménnyel jöjjön ki a műtétből, a kezelésekből, és jobb legyen az életminősége. Tehát akkor nem a műtét után, hanem a műtét előtt kellene önöket felkeresnie? tehát azért pre rehabilitációt megelőző időszak. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy kihasználjuk ezt az időt. És a műtét után már nem is érdemes De önöket nem, felkeresni, akkor is? Természetesen. Próbáltunk egy olyan komplex ellátást létrehozni, ahol nem csak az orvos, hanem a, a különböző szakemberek. Van. Tehát próbáltuk a legjobb szakembereket egy tímbe össze mozgósítani, akik a legmagasabb szakmai tudásukat és gyakorlatukat használva a munkájuk során a betegek testi, lelki, szociális jólétét biztosítja. Ugye található önöknél gyógytornász, táplálkozás terapeuta, lelkész, ugye léleggondozáshoz, a Simonton csoportnak a vezetője, a klinikai szakpszichológus is ott van, és még sorolhatnánk. Amikor betéved oda csúnya szóval mondva a betéved, hát hogyha bemegy oda önökhöz egy beteg, akkor gondolom először hát nagyon össze van törve, nem is tudja, hogy mi lesz a következő út, félelemmel teli. Mi az, amit önök tudnak neki mondani elsősorban? Isten igazából hozzánk elérkezik egy beutalóval, mert sajnos beutaló közterezett az ellátásunk, ahol figyelembe vesszük a beteg felmérése során adott, egy kérdés kérdőjével felmérjük az adott státuszát, figyelembe vesszük a beteg kérését és az orvosi javallatot. Ennek megfelelően, hogyha a testi állapota kíván segítséget, akkor a diétás edukációval, tanácsadással testtömegösszetétert mérünk, illetve felmérjük azokat a hiányosságokat, amit esetleg a táplálkozás során nem jól csinál. Megkapnak olyan információkat és írásos dokumentumokat, aminek segítségével ezeket a problémákat, nehézségeket helyre tudjuk hozni, és ideálisabb tápláltsági állapotba kerül műtétre például. Önök esetleg orvost is tudnak ajánlani, aki műti a beteget, mert hogy nagyon sok betegnek az a problémája, hogy megkapta a diagnózist, ő nem ismer senkit, és ugye úgy engedik el a beteget legtöbbször, hogy keressen egy sebészt tehát ez nem a mi kompetenciánk. Ez nem. Nem, de én szerintem a mi kórházunkban valamennyi sebészorvos nagyon magas szaktudással rendelkezik. Tehát megkeresheti akkor, hogy megkeres, Igen, vagy keresse meg Igen. maga. Igen. Sokan jelentkeznek egyébként önökhöz, sokan mennek. Tekintve, hogy beutaló kötelezettek vagyunk, még nem azt a beteg arányszámot hozzuk, amennyit korábban egy éve mi úgy megsacoltunk. Ennek talán az is lehet az oka, hogy a betegek meggyőzése nagyon hosszú, hosszadalmas időt vesz igénybe, mert úgy gondolják, hogy nincs szükségük ilyen ellátásra, egyedül is jól elboldogulnak. Lehet, hogy szaklapokból, szakkönyvekből az orvostanácsát figyelembe véve Próbálják ezt megoldani. Ugye kétféle ember létezik egy-egy ilyen diagnózis után, az egyik ö, ö, típusú ember magába zárkózik, és senkivel nem akar beszélni, még a másik ennek pont az ellenkezője. Én azt hiszem, hogy az önök betegei ez utóbbiak. Igen, és tehát azok a betegek, akik bekerülnek a mi ellátásunkba, azok Isten elégedettek. Tehát ezt erre számítanak, ezt kérdőívvel is beteg elégedettségű is visszaszoktuk ellenőrizni, van-e esetleg olyan még kiegészítendő ellátás, amit még finomítanunk, csiszolnunk kellene, de a visszajelzések azt igazolják, hogy ez így jó, így komplex. Önök ugye lassan már másfél éve, hogy működnek a megyei kórházon belül. Mik a tapasztalatok? Mondja, hogy a felmérések alapján, hogy jók. Van-e valamilyen terv vagy cél, amin esetleg változtatnának a jövőben, pontosan a tapasztalatok birtokában? Szeretnénk mindig minél több beteghez eljutni információval, hogy halljanak róla, jöjjenek hozzánk, bátran kérjenek segítséget, hiszen olyan tényleg annyira jól képzettek a szakemberek, akik a kezdeti időben meg kellett, hogy onkológiai szemmel tanuljanak látni, onkológiai adja kell, hogy gondolkozzanak, mert az ő szakmájukon belül nem ez volt a fő profil. És hogyha még nagyobb betegpopulációt sikerül, ellátásod vagy segítséghez juttatnunk, akkor szerintem sok-sok elégedett ember és beteg. Nők vagy férfiak inkább a pácienseik? Változó. Inkább a női, női nemhez köthető, bár van, van visszatérő, tehát úgymond VIP férfi betegünk, aki időskora ellenére rendszeresen visszajár ellenőrzésekre, konzultációkra, gyújtornára, táplálkozás tanácsadásra. Hányan dolgoznak ott ezen a rehabilitációs részlegen? Nagyon sokan. Ezt is számszerűen nem tudnám megmondani, mert a helyetteseket is, hogyha bele kéne számolni, szerintem olyan 50 főre tehető. És hány órától hány óráig vannak nyitva? Vagy a hogyan van? A reggel 8-tól után 2-ig elérhetőek vagyunk. Hétvége kivételével van. természetesen. Itt mondta a szakembereket, hogyha valakinek táplálkozással kapcsolatos információ hiányban szenved, akkor tehát beutalóval megkeresheti ott a táplálkozás Így szakértőt. Így van, és azt is ideálisnak tartjuk, hogyha a beteget családtagja elkíséri. Mert miért is? Az elhangzott információknak kb. a 40%-a, ami megragad a betegnél, annak ellenére, hogy írásos dokumentumot is kap erről a beszélgetésről, viszont a családtagnak sokkal-sokkal fontosabb idézőjelben, hogy jó legyen a hozzátartozó, jó legyen a beteg. És ott a diétás tanácsadás során a kolléganők olyan konyhatechnológiai módszereket, fortiókat is tudnak tanácsolni, amivel ízletesebbé lehet tenni azt a kevesebb mennyiségű, de gyakrabban elfogyasztott táplálékot, hogy a beteg szívesen megegye. Illetve, hogyha gyógyászati tápszer, gyújtápszer bevonására szorulunk. Mert miért ne szorulhatnánk, hiszen hogy olyan nagy mértékű a fogyás, hogy a betegnél úgynevezett szarkopénia alakul ki, ez az izomtömegnek a nagy fokú veszteségét jelenti, ebben az esetben az immunrendszerünk is gyengül. Gyengül az általános állapotunk, és a nehezebben mennek neki akkor a műtétnek, a kemoterápiának, a sugárterápiának. Módot teremtünk arra, hogy ilyen iható gyújtápszereket megkóstoljanak a betegek, és a számukra a legkedvezőbb ízt kiválasszák, és mi lehetőséget adunk arra, hogy a kezelő orvos a javaslat alapján ezt felírja. Amikor arról beszélünk, hogy a betegeknek a lelki gondozása is nagyon fontos, akkor ez alatt mit kell érteni? Ha megtudjuk azt, hogy daganatos betegségünk van, tehát az egy ilyen bomba. Tehát annyira sokkolja a betegeket, hogy először önmagukban sem tudnak uh, rendet rakni. Ahhoz, hogy ezt a krízis helyzetet Egyetem felfogják és megtalálják az ebből a kivezető utat, mindenképpen meg kell fognuk, fogni a kezüket, és ehhez mindenképpen szakember kell, tehát nem a, a szomszéd jó tanácsára, vagy az internetről innen-onnan vett ajánlásokra kell hagyatkozni, hanem egy egyéni terápia során klinikai szakpszichológussal kell ezt megbeszélni. Szuperek a kollégák, Tényleg, nagyon jók a visszajelzések, akik elmennek hozzájuk, nagyon szívesen folytatják a tevékenységet. Egyénileg vagy csoportosan foglalkoznak a beteges És is, egyénileg is, és csoportosan is. Önöknek egy kis személyes kérdés, hogy nem lehangoló minden nap rákos daganatos betegekkel foglalkozni? Ezt hivatásnak hívják, és akik, akik ebbe a tímbe dolgoznak, ők ezt elfogadták. Vezetői motivációval, figyelmességekkel, értékelő megbeszéléseken, dicséretekkel próbáljuk a kiégést megakadályozni. Eddig jól megy. Eddig sikerült. Igen. Mi a további cél? Tehát azon kívül, hogy, hogy lehet-e bővíteni ezt a rehabilitációs szolgáltatást, vagy szolgálatot, nem is tudom melyik a helyes szó, ami eddig van, ugye beszéltünk róla, hogy, hogy a Simonton csoportról, a lelki segítségnyújtásról, a gyógytornáról, táplálkozásról. Lehet még bővíteni ezt a, ezt a központot? A, tehát amikor a gondolat pattant ki a fejünkből, hogy kellene egy ilyen ellátást csinálni, akkor csak a gyújtorna, a diítás, tanácsadás, meg a pszichológusi segítség volt középpontban. És próbáltuk megtalálni azokat az ellátásokat Magyarországon, ahol van már ilyen rehabilitáció, de nem találtunk. A nemzetközi, akkor ez Miskolcon igen. ilyen úttörő igen, dolog? Igen, a nemzetközi ajánlásokat is böngészve próbáltuk kiszíresíteni a, a repertoárt, és így jött be a szociális munkások által is segítségnyújtás alá. Ők mit tudnak munkások. segíteni a szociális munkások? Szociális ügyeknek az intézése, például a kírelmek, igazolványok intézése gyógyászati segédeszközhöz tudnak támogatást igényelni, hogyha valaki rászorul és elhelyezésre van szüksége, akkor az ellátási formákhoz megtalálják az utat, segítenek ennek az ügyintézésnek a lebonyolításában. És a Rákellenes Liga szervezete, ők milyen segítséget nyújtanak önöknek? Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a szakemberek mellett a civil szervezeteket is tímtagoknak bevonjuk, hiszen olyan sok um, csoportos tevékenységet, illetve nyilvános rendezvényeket tartanak, ahol a daganatos megbetegedésben szenvedők együtt egymástól hiteles információkat kaphatnak, illetve olyan szakemberektől kapnak kérdéseikre választ, amire egyébként magánemberként nem biztos, hogy lehetőségük adódna. Életmúlt táborokat szerveznek, beteg akadémiákat rendeznek. Szerintem nagyon szuper. Nagyon fontos tevékenység. Hogy, tehát, hogyha visszatekint az elmúlt másfél évre, mivel hogy úttörők ebben a tekintetben, akkor mit tart a legfontosabbnak? Vagy egyáltalán az, hogy kipattant ez az ötlet, kinek a fejéből egyébként? Lehet nevesíteni? Igen. Furka Andrea. Ő volt a centrumvezetőnk, és a COVID idején agyalgattunk idézőjelben. Ő volt a fő-fő agyalú, hogy kellene egy ilyen ellátást Dr. Nő elment innen iskolcról, igen. Igen, a munkája megmaradt, végezzük tovább. Átvették tőle akkor a stafétabotot, de amikor erről beszéltek, hogy szükség van erre a, erre a szolgáltatásra, akkor, akkor miben állapodtak meg, hogy mit fog majd ez eredményezni? Mindenképpen csak kiegészítő terápiának gondoltuk kezdetben. Viszont nem biztos, hogy csak kiegészítő terápiánként kell erre gondolnunk, hiszen ez egy nagyon fontos tevékenység. Hiszen, hogyha egy ideális állapotban lévő beteget kell kezelnünk, legyen az műtét, vagy műtét előtti sugár, vagy kemoterápia, vagy maga a műtét utáni kezelés, egy ideális állapotban lévő beteg betegségét krónikusszá tudjuk tenni, ami sok-sok évnyi nyerességet jelent a betegnek. Van egyébként visszajelzésük betegektől, gyógyult betegektől? Igen. A beteg elégedettségi kérdőív is azt mutatja, hogy jó, amit csinálunk, hasznosaknak tartanak, illetőleg. A statisztikai adatok is azért azt mutatják, hogy egyre több beteget sikerül bevonni. Én szerintem ez is, ez is nagyon jó. Próbálunk hirtadni magunkról minden. Azt akartam fórumat. kérdezni, hogy hogyan értesülhetnek a betegek Igen. arról, hogy önök egyáltalán működnek és dolgoznak a Borsodabó Zempén vármegyei kórház területén. Az intézetünk honlapján elérhetőek vagyunk rehabilitáció cím szóval, ahol minden lényeges információt az oda látogató el tud olvasni, ott a kollégákat is meg tudja ismerni, fényképpel láttuk el az adott szakmai szakemberek tevékenységéhez kapcsolódóan illetőleg. Én nagyon fontos nyerességnek tartom azt, hogyha a beteg jól érzi magát így az ellátás során, és a család is jól érzi, hogy a beteg jól van, akkor ez nem csak életminőségi nyereség, hanem ez nekünk is egy nagyon jó referencia. Egyébként kikkel kell nehezebb a betegekkel, vagy a hozzátartozókkal? És is, is, tehát ezt így nem tudnám egyikükre sem ráfogni. Vannak túlagódó hozzátartozók, vagy nem törődöm betegek, akik, hogy csak sodródnak az áral, tehát ezt így nem lehet megállapítani, vagy... Sokfélék vagyunk, fél. nepek alatt is dolgoznak-e, vagy nyitva van-e a Nem, a két rehab. ünnep között bezárunk. Még egy kicsit a, a statisztikai Igen? adatokra visszatérve Igen. lehúztam egy adatot, meg meg is kaptuk a finanszírozási osztálytól. Tehát gyakorlatilag a közel másfél év alatt 1390 ellátásunk történt a bázisállomásról. Ide rögzítjük az új betegeknek a bejövetelét az ellátásunkba, és innen szabályozódik a beteg út a további ellátások felé. A diétás konzultációt 636 esetben, gyújttornát 5354 esetben, pszichológiai segítségnyújtást 3005 esetben, és ebből 1767 volt a Szymonton. A Szymontonnak gyakorlatilag az a lényege, hogy a a relaxációs technikát egy vizualizációval kötik össze. E során a beteg elképzeli a testét, abban a daganatos megbetegedést, az immunrendszerét, ahogy próbálja a harcot megvívni. Ez mindenkinek az egyéni képzeletére van bízva, hogy hadserekként látja a sejtjeit, vagy boxkesztyűben, és hogy hogyan próbálja leküzdeni a teste ezt a korképet. Annyira keresett, hogy megye határt túlérő jelentkezők száma. Beszéltünk a központ munkájáról sokféle tekintetben. Kihagytuk a gyógytornászokat, vagy a gyógytornát. Miért tartják nagyon fontosnak? Nagyon fontos, hogy a gyógytorna gyakorlatok összeállításánál figyelembe veszik a beteg aktuális fizikai állapotát és a társbetegségeit. És a, a mozgásterápiával megakadályozzák azt, hogy az izmok gyorsan sorvadjanak, letapadjanak, kontr kontraktúrák alakuljanak ki. Hogy ez miért is fontos műtét előtt, mert ha jó a beteg izomtömege, hamarabb mobilizálható, hamarabb gyorsabb lesz a felépülés. Műtét után meg ideális, hogy mi hamarabb visszaszerezze a. Na de mennyi idő kell ehhez, hiszen amikor a beteget diagnosztizálják, és megkapja a diagnózist, műtétre eh, jegyzik elő, Mennyi ideje van a betegnek, úgymond a műtét és a diagnózis felállítása között, hogy még mondjuk egy ilyen gyújtórnak kúrán részt vegyen? Belefér. Azért, mert a, a magyar törvények szabályozzák az onkológiai ellátást, ebbe beletartozik a műtét is. Minden betegnek a diagnózis megtudásától vagy a gyanújától kezdődően van egy időfaktora, az onkotím döntésig. Az onkotím döntést. Több szakma döntése alapján kell, hogy meghozza az Onkológiai Centrum multidisciplináris ülése. Minden nap más szerspecifikus onkotímüléseket szervezünk, ahol a beteg dokumentációját, a leleteket áttekintve, a képanyagokat analizálva történik a legidálisabb beteg út kijelölése. Legyen az műtét vagy műtét előtti kezelés. Tehát itt van egy vagy két hét arra, hogy a beteg testi és lelki egészségét egy kicsit úgy uh, helyre hozzuk. Egyébként az onkotímben kik vannak? Van egy onkotím elnök, aki gyakorlatilag... Ő egy orvos, gondolom. Van, főorvos mindenféleképpen, aki levezeti az onkotím ülését. Van sugárterapeuta, radiológus. Ha sebészeti szakmából történik a tárgyalás, mondjuk egy emlő esetén, akkor mindenképpen sebésznek a jelenléte indokolt és patológus. Tehát ez minden beteg diagnosztizálása után összeül az onkotém és dönt. És ez kötelező. Tehát onkoterapautás, ellátás, műtét, onkotím, döntés Magyarországon enélkül nem lehetséges. Purika főorvosasszony távozását követően dr. Orosendre lett a centrum vezető, Véki nevezve, és a mi prehabilitációs ellátásunknak a szakmai irányítását is ő felügyeli, és az ő feladata a kórház menedzsmentjével, a vezetésével a kapcsolattartás, illetőleg az értékelő megbeszé... megbeszéléseknek a revezetése. És említést érdemel még moldván Miklósni Erika, ő a beteg útszervezünk. Ő az, aki első körben találkozik a betegekkel, hozzá futnak be a beutalókkal, a telefon végén ő, ül, az elektronikus levél végén ő válaszol. Ő egy kedves, mosolygós moldván, hölgy. Sok-sok évtizedes tapasztalattal rendelkezik, és a legjobb utat szervezi meg a betegnek, ami a legideálisabb az ő igényeihez. Rubi Mónika volt a vendégünk, aki a Borsodabói Zemplén Vármegyei Kórház prehabilitációs ellátásának a szakmai koordinátora. Köszönöm szépen, hogy itt volt, és beszélhettünk erről a nagyon fontos témáról. További jó munkát kívánunk Önöknek. Köszönöm a lehetőséget.